Május 29-e van, kiültetés utáni videó, ahogy ígértem, kiültetés után lesz videó, és hát íme itt van, de előtte csodáljátok meg ezt a gyönyörű szép mostara mostanra milyen szépre megnőtte magát, nem tudom, egy 10-12 éve ültettem, 10 inkább szerintem, de most, most, most már nagyon szépen belehúzott. Reméljük, hogy az idén felbukkant rengeteg, rengeteg bronzbogár, akinek az egyik kedvence a szelíd az nem fog itt problémát okozni. Hát, így, hát nem, semmi, semmi lesz jól beállítani, vagy az ég van túlégve, vagy vagy a, vagy a vagy a többi tereptár csetét, de szóval ez gyönyörű szép. Amint ez látható. De üvegházba kezdünk. Üvegházba kezdünk. Ugye itt egy pár dolgot elültettem azok után, hogy, hogy kiköltöztek innen a palánták. Bár még láthattok új palántákat. Ez az, amit elfelejtettem. Ez egy mini dinnye. Ezt is a kedves néző küldte. Most itt még egy pár napig itt vannak, aztán ki fogom még őket ültetni. Ők kimaradtak. Szóval, ha kezdjük sorba. Ott a végén láthatjátok ezt a két nagyot. Jegyezzétek meg, mert kint az ágyásban majd meglátjátok, hogy ott mennyivel kisebbek. Ez a, az amerikai kerti Olyan Olyannyira, hogy bogyók is vannak rajta. Bár még nem teljesen érettek, mert azt olvastam, ez az akkor érett, amikor a fényes feketéből majd mat feketévé válik, és nem nagyon érdemes ideje korán enni, mert olyankor még lehet, hogy mérgező és ezeket a foltokat, amiket láthattok, illetve ezeket a fekete foltokat, már mindjárt mutattam például itt hát ezt tegnap sikerült rácsinálni a növényekre van nekem ugye ez a datoya szilvám ami elképzelt, hogy vas hiányos, hát múltkor én adtam neki a locsolóvízben is, de tegnap csináltam vasgálic és keserű romtrágyát, 5 liter vízbe tettem 100 g vasgálicot és 100 g keserűsót, és azzal permeteztem. Jól átráztam a permetezőt, de lehetséges, hogy nem sikerült tökéletesen. És hát ez valószínűleg vas, ami itt rajta van, nem jön le, ez már a levélben van benne. Lehet, hogy egy kicsikét túl, túlleti túl a vasalás. Na, ezek ugye itt csili ez, ez sima paprika, bocsánat. Ez sima paprika, ez is sima paprika, szóval ez a fekete pötty, ez ennek köszönhető, reméljük, hogy ezen kívül más kárt nem okozunk. Ahol meg folt van, az meg valószínűleg a keserű só kicsapódása. Úgyhogy reméljük, hogy nem nyírtam ki a rengeteg növényt, ugyanis hát ugye 5 liter tudok legkevesebbet bekeverni. De most hát arra a fácskára 5 liter az édes kevés, úgyhogy még egy-két kis fára is tettem ebből a tegnap bekevert tábból, és hát akkor az összes veteményre. Hát... Reméljük ebből nem lesz probléma, előtte sosem permeteztem vasgáricccal és keserűsóval, mindig locsolóvíznek használtam, úgy tökéletesen működik. És itt vannak még csilieink, íme és íme, aztán szintén ez az a kedves néző küldte még ezeket a csiliket is, ezt, ezeket a középsőket nem, hanem ezt, meg ezt, illetve ő küldte ezt a piros levelűt, aki nagyon keményen belehúzott a növekedésbe, ha megnézitek, ez brutálisan megnőtt, nagyok is a levelei, magas is a növény, de a párja is, hát ez még, mit tudom én, egy másfél héttel ezelőtt a föld el volt egy magasságban, épp hogy kilógtak a levelei a földből, most meg ekkorkák. Jó, hát a mini itt nőnek, és akkor amit még ültettem, itt kint is, az paradicsom. És ha szemfülesek vagytok, akkor itt már láthatok is rajta paradicsomot. Sőt, figyeljetek! Koktél paradicsom! Az asszony már várja, hogy mikor eheti meg. Szólok neki, hogy ez mindjárt tehető. És ez már ilyen szép nagy, olyannyira, hogy ki kellett kötni. De... Nem csak őt kellettem kikötni, csak rá ne tapossak itt valami, hanem őt is, ez már ilyen kikícseszet nagy. És ezen is vannak ott paradicsomok. Tehát ez már ekkora, sőt ide is úgy még egy paradicsomot, azon is van már. Szóval, ezt ha mellé állok, igen, ez szinte csípő magasságig ér. Na hát most ő is jöpött, és majd föl lesz futtatva. Tehát az a terv, hogy itt kötözgetjük, és akkor itt végig lesz itt futtatva itt a, az üvegháza. Majd ezeket arrébb húzom, arrébb teszem, és akkor itt ki lehet kötni, és végig lesz futtatva a, az üvegházon a paradicsom. Azokat meg ugye majd kiültetem. Na, menjünk föl! Ugye idén már kettő luxtagazda projekt van. Ő ugye az originál luxtagazda projekt, ő pedig a, az új. Ahova csak csiliket ültettem. Na most szemfülesek ott hátul, láthatnak sárga színeket. Hát, ugye kicsit túl voltak ezek most már hordva az üvegházba, a kis pohárkáikba. Úgyhogy eléggé ocsmány színük volt. Ezért is gondoltam arra, hogy őnek is se fog ártani egyébként egy kis vas. De ha megnézitek az új levelek, azok már zöldek. Tehát az új levelek azok már zöldek, úgyhogy ezek a régiek sárgácskák, ez itt is látható, hogy az új levelek azok már ilyen szép zöldek, a régiek sárgák. Hát itt elég vegyes. Tehát ezek elég ocsmánya, kicsit túl voltak hordva, az tény. De akkor azért mutatok valami szépet is. Tehát ezeknek már, már minden színe szép zöld, minden levele. Hát ilyen vegyes a felhozatal. Én azt remélem, hogy itt majd mindenki szépen bezöldül. Tehát ezek már azóta kezdtek el ilyen zöld leveleket hozni, hogy ide ki lettek Hát egy kicsikét sokáig voltak, na, pohárban, majd le, jövőre kicsit hamarabb, vagy később ültetek, és akkor nem kell annyi ideig dekkolniuk. Hát itt is ezek már friss zöld levelek. Hát ezeken meg úgy tűnik, hogy a keserű hagyott nyomot, <laughs> mert hogy vannak itt ilyenek is. Ezek azt hiszem a misi ez a két nagy, ez és ez, ugye. Őket Misi bátyámról neveztem el. Ha reméljük, nem nyírtam most ki ezzel itt a, a növénykéket. Íme. Ez valahogy mindig kókad egyelőre, nem tudom hogy miért. Szerintem ez majd, hát nem tudom, nem mondok erre semmit, hogy mi ez. Van egy ötletem, de majd meglátjuk, mi terem rajta. De ez elég nyambat. Itt a párja az sokkal jobb állapotban van, pedig ezt nagyon locsolom. Lehet valami megszuszakolta a gyökereit. És hát itt ugye a nagy, nagy projekt, a nagy, nagy lusta gazda az originál. Hát itt ugye paradicsomokból van most három sor, készülve arra, hogy ha idén is annyi csillink lesz, mint a akkor sokkal több paradicsom kell a chili szószhoz. És hát ugye ezek is már kicsit túl voltak hordva, meg voltak itt már barnulgatva leveleik, ha emlékszünk rá. De ez is most már a friss levelekkel elmúlt. Tehát gyakorlatilag most már itt szépen ezek a paradicsomok is kezdenek gatyába rázódni. Vegyes itt is a felhozata, melyik mekkora. Van, amelyiken már itt is látunk is bogyócskát. Hát majd szép lassan ezeket az ilyen megbarnult leveleket ott is van, leverlik, mert látjátok, az összes új levél az már szép. Leszámítom most ezt a <laughs> rárakódott tápoldatot. Itt is van ilyen kis tojás alakú. De aztán volt olyan is, ami, ami, ami ugye eleve nem volt megsárgulva. Itt is mindjárt átforgok, áttesek itt mindenem. Tehát én azt gondolom, hogy paradicsom fronton is egyelőre jól állunk. És itt van még egy egész sor. Ezt most nem mutogatom végig. Helyette itt van a paprika. Paprikából két sort ültettem. Íme, és itt az amerikai kerti áfonya is. Na látjátok, ott bent mekkora volt, és itt kint mekkora, de majd nőni fog ez szerintem tovább. Ezen is vannak már fekete bogyócskák, és még ott is vagyunk növényjel, és itt a jégsaláta ültetvény, olyannyira, hogy ez már készen van, olyannyira, hogy az asszony mindjárt jön egyet levágni innen, és eszünk egy jó kis tojásos nokedlit. Én nagyon szeretem a tojásos nokedlit. Alapvetően egyébként fejes salátával, de az utóbbi években állandóan csak jégsaláta volt így a bodba, úgyhogy most én is megpróbálkoztam jégsaláta ültetéssel. Hát már van, ami itt kicsit itt sárgul, ugye ezt én nem nagyon mertem permetezni, salátát azt óvatosiba permet ez az ember. Én szerintem ő a legnagyobb, őt fogjuk most levágni. Teljesen másképp néz ki, mint a bolti jégsaláta, de én ezt jégsaláta magnak vettem, úgyhogy most vagy nem azt kaptam, vagy a boltban valami kínai lófaszt, vagy valamit árulnak jégsaláta néven, nem tudom. És azért ültettem ám fejes salátákat is láthatjátok. Eléggé nyambat volt a kelés átlag egyébként a jégsalátának is, mert amik itt most üres lyukak, oda is én erdetileg mind-mind ültet. Tehát itt két sor jégsalátának kéne lennie. Ehhez képest van kettő, négy, hat, nyolc, kilenc darab, tehát ott is van kapásból négy lyuk, meg itt is van. Na ezekbe ültettem most utólag fejes salátákat ahol szintén, hát itt kihajtott több is, meg ott is, aztán van, ahol meg semmi, aztán van, ahol megint, ott megint semmi, az csak egy gaz, ott azt szerintem talán az az lesz, itt a négyből megint egybe. Tehát valahogy a saláta az nem, nem megy. Na, itt meg még tökök vannak, hát az a terv, hogy mire a saláták innen kipörögnek, Addigra lesznek akkorák a tökök, hogy problémát okoznának a salátáknak, illetve hát úgyis én erre akkor őket lefele terelni majd a, a, a forjáról, hogy befele ne foglaljanak helyet. Itt a föld, itt elférnek kényelmesen, tepeszkedjenek erre. Na hát így néz ki az idei lusta gazda projekt, és hát ugye ezt eredetileg csak Chiliföldnek szántam, ezt a kicsi, de oda hátulra fognak bemenni a minidényék. Tehát azoknak ott lesz a helye. Hát most még jó ronda sárgák ezek a csilicskék, de szép lassan zöldülnek, úgyhogy én azt remélem, hogy idővel ez a dolog megoldódik. Hát maga a birtok, az most így néz ki. Cseresznye! Cseresznye az már kezd lenni és pirosodni, de már seregélyek is vannak. Még a másikon több van egyébként. Több és nagyobb. Úr. Uh. És az az érdekes, hogy ugye fönt van nekünk. Igen, ez még egy kicsit, kicsit még. Még életlem. fönt van nekünk ez a fehér cseresznyénk, ott, ami végül is én fehérnek vettem, ugye nem fehér, csak ilyen világos színű korai, és ez azért tök jó, mert a szomszédnak van ott egy baszott nagy cseresznye fája, és amikor az érik, addig lesz már rég lehettük, tehát ez korai, és akkor szokott jönni rengeteg seregé. Tehát magyarul ezt akkor tudjuk enni, akkor jó, amikor még seregének se híre, se hanva. Na most, vagy az történt, hogy ez most később érik, elég apró szemű is, vagy ez most később érik, mint szokott, vagy a seregélyek jöttek korábban, mert ma nyugi van, meg szerencsére még ezeket a fákat kihagyták, de egyébként tegnap annyi seregély volt már itt, ez mindjárt majdnem jó, hogy az durva, tehát iszonyú mennyiségben voltak seregélyek, Miközben ez még nem érett meg. Úgyhogy most vagy ő későbbi, vagy a seregélyek jöttek korábban. Hát így tart jelen pillanatban a kert most, május 29-én. Sziasztok!